Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok! Vásároltam egy fűszernövényt, közeledik a nyár, és nagyon szeretem például a mentát, és ez mondjuk egy ilyen különlegesebb fajta, egy ilyen csoki illatú menta, és hát mindenképpen ki szeretném próbálni. És gondolom, ti is szoktatok úgy járni, hogy vásároltok bazsalikomot, mentát, bármilyen fűszernövényt a különböző kertészetekben, nagy áruházakban, és általában, hát akármilyen szorgosak is vagytok, hát 2 hónap maximum az élettartama. És mi lehet ennek az oka? Hát ennek az oka ez. Nem tudom, mennyire látjátok jól. Látjátok, teljesen be van hálózva a gyökérszerkezet. Ebbe hiába táptalajozzátok, tápoldatozzátok, hiába tesztek bármit, ebbe már ez a növény nem tud fejlődni, és ez a növény nagy valószínűséggel el fog pusztulni. Egy, max. 1-2 hónap annyi tápanyag van ebbe a földbe. Szóval, hogyha fűszernövényeket akartok termeszteni, és sok fűszernövényt akartok, akkor az első és legfontosabb dolog, hogy megvesztek legalább 2-3 darabot, egyet bevisztek, azt használjátok 1-2 hétig, hónapig, akár lehet 2 is, és a másik 2-3 átültetitek. Méghozzá a másiktól eltérően legalább 2-szer akkora cserébe kell ültetni, az az ideális. És ha már átültetitek, akkor bizony-bizony a másik legfontosabb dolog a talaj. Ez, mint látjátok, egy ilyen nagyon-nagyon tőzeges, nagyon-nagyon kevés tápanyagot tartalmazó és kevés vízmegtartó képességgel rendelkező föld. Mindig azt szoktam mondani, hogy legyen benne egy kis kerti föld, legyen benne egy kis virágföld, egy kis homok, egy kis trágya, és már is megteremtetted az ideális talajt, ideális földet bármilyen fűszernövénynek. Természetesen a homok azért kell benne, hogy a legtöbb fűszernövény az ilyen mediterrán jellegű, nem nagyon szeret vízben állni, az összes többi hozzávaló pedig azért kell, hogy sokáig tápanyagdús legyen maga a környezete, és természetesen, hogy sokáig tudjál benne gyönyörködni. Hasonlóképpen vetem, mint az összes többi növényemet, belerakom a cserepet, kicsit meglazítgatom a gyökereket, és elültetem a növényt. Mivel a menta az bírja, még a gyökér fölé egy kicsit ültetek oda, vagy szórok oda egy kis földet. Látjátok, jóval-jóval nagyobb cserép, jóval-jóval nagyobb életteret tudtam most biztosítani, és nagy valószínűséggel sokkal-sokkal tovább fog élni, mint hogyha meghagytam volna a kis cserépbe. Természetesen a menta az szereti, hogyha szélvédett helyen van. Inkább félárnyékos, mint napsütéses helyet szereti. Ne legyen folyamatosan tűző napon, inkább így mondom, az a biztos. És nagyon-nagyon vízigényes. Szóval most nincs más dolgom, mint gyorsan-gyorsan meglocsolom, és utána elhelyezem ezt is a kis ház elé, és majd valamikor, amikor jövő héten már elmúlnak ezek a fagyos időszakok, akkor átteszem a magas ágyás környékére, mert úgy döntöttem, hogy idén mégse torony lesz, hanem cserébe fogom az összes-összes fűszernövényemet tartani. Hát ez a videó ez ilyen nagyon-nagyon gyors és nagyon-nagyon rövid volt, de hát ugyanezzel a módszerrel lehet bazsalikomot, oregánot, bármilyen más növényt eltartani, akár cserébe is, sőt én javaslom, hogy inkább cserébe, főleg a mentát, a citromfüvet, mert ezek mindegyike természetesen tarackolva szaporodik, és azért nem annyira ideális, hogy az egész kerted egy nagy mentomező, bár nagyon-nagyon finom illata van. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!